Sziasztok, én Balázs vagyok, és egy újra kezdődök magyarázattal epizóddal jelentkezem. Mint láthatátok, mostanában nem volt videó, ez az érettségének volt köszönhető elsősorban, elég sok dolgom volt, és úgyhogy emiatt nem értem rá videókat felvenni, de most, hogy vége van az írásbeli érettségnek, és már csak a szóba is kell készülni, ismételten föl tudok venni pár videót, úgyhogy jön is egy ilyen visszatérő videó, amiben egy igen-igen jó kártyatükköt fogtok most látni, amihez mindösszesen 3 darabra lesz szükség, lássuk is a trükköt. Tehát a trükk, mert mint mondtam, 3 lapra lesz szükségünk, egy pirosra és 2 fekete lapra. Fogjuk a piros lapot és szépen így berakom a 2 fekete lap közé, mint láthatjátok. És annyit csinálok, hogy egy kicsit megrázom, egy mozdulat, és hirtelen a piros lap a 2 fekete lap alá liftezik. Ezt meg vissza is tudom csinálni, csak fogom, megrázom, és a piros lap ismételten föllépszezett a 2 fekete lap közé. Szóval itt van a 2 lap között, lássuk a trükknek a magyarázatát. Szóval a trükkhöz mindösszesen annyira lesz szükségünk, hogy csináljunk egy ilyen trükkös kártyát, ami csak annyit jelent, hogy fogunk és bevágunk egy lap feléig körülbelül, mondjuk így. És aztán már kész is van a trükkös kártyánk, ennyi volt, a trükkel készen is áll, úgy kell elhelyezni a lapokat, hogy legyen egy ilyen fekete lap, ami elfedi ezt a rést. Ez szépen rakjuk az alsó lapra, ami pedig ugye amin a trükkös kártya, és e közé fogjuk berakni a piros lapot úgy, hogy az egyik oldala a kártya fölött legyen, a másik oldala pedig a kártya alatt legyen, azáltal, hogy berakjuk a résbe a piros lapot, és ezáltal csak annyi a feladatunk, hogy a fekete lapot föl-le tologatjuk, és így tudjuk váltani a piros kártyának a helyét. Látjátok, itt most fent van, vagy középen van a piros lap, így meg alul van a piros lap. Középen, alul. És ezt lehet elfedni szépen egy kicsit rázással, hogy ne legyen ilyen egyértelmű, mondjuk megrázzuk, és akkor alá kerül, megrázzuk, és közé kerül. Szóval ezt a trükköt így lehet egy kicsikét rejteni, hogy, mert azért így elég egyértelmű, hogy csak így tologatjuk simán. Itt valami trükk van a dologban a kártyával, de hogyha így megrázzuk, akkor talán egy kicsikét jobban el tudjuk fedni ezt a trükkös megoldást. Szóval ez volt a liftező lapok kártyatrükk, remélem tetszett, és ezentúl megpróbálok egy kicsikét rendszeresebben feltölteni videókat, hogyha ráérek, de a szóbelik után mindenféleképpen több videó lesz. Köszönöm a figyelmet!